Kelemen Györgyné, kabuka nem. A gyerekek másként látják a világot, mint mi felnőttek. Pláne egy óvodás fiúcska, minden új, és persze roppant érdekes. Szókincse korához képes, nagy volt, és folyton beszélt. Új szót is kitalált, ha valami nem tetszett neki, és persze, hogy miért is, azt ő sem tudta. Minden esetre karját elől összefonta, és nagyon okos kis arccal kijelentette. Kabuka nem. Óvodába mentünk, és persze mindig hamarabb indultunk. Útközben mindig volt valami új és felfedezni való. Mindig volt nálam szatyor, amiben bele lehetett rakni a kis kincsecskéket, amit talált. Kis világos barna göndörödő haja van, és nagy barna szemmel fedezte fel a világot. A tíz perces út legtöbbször legalább fél óráig tartott, mert a látottakat meg kellett beszélni kis faluban, ahol lakunk, a házak előtt kis virágos kertek vannak és fák. A természet folyton változik, és vele együtt minden. Utunk gesztenyefa alatt vezetett, és a fa alja megtelt gesztenyével. Fiacskám rögtön kérdezte. Ki vesztette el? Lyukas volt a szatyra, ki potyogott? Szedhet belőle? Felmutattam a fára. Nézd csak fel, a többi még ott van, még nem esett le. Persze, szedhetsz. A kis kincses szatyúrba gyűlt a gesztenye. Mikor már jó sok volt benne, szóltam, elég lesz. Persze, ha rajta múlik, mind összeszedte volna. Összefont a karját, mérgesen kijelentette. Kabuka, nem! Meggyőztem visszafele, megint szedünk majd. Óvó néni az ajtóban mosolyogva fogadott minket. Kérdezte, nem tudunk-e vadgesztenyét. A gyerekek egy nagy tálban gyűjtenek mindenféle termést. Ősz már volt benne kukorica csövestől, mak, felfűzött fűszerpaprika. Fiacskám már is nyújtott a kincsét, ő is tehet bele a nagy tálba. Miután bement a csoportba, az óvónő beszélt velem. Hittan oktatás lesz, szeretném-e, hogy gyermekem járjon rá, vagy sem. Beszéljék meg a férjével. Otthon megbeszéltük. Nem vagyunk ellene, ha be akar menni, menjen. Ha nem, akkor ne kényszerítsék. Pici gyereket erőltetni arra? Nem akarsz, akkor is bemégy, vagy pici orrát az ablakhoz dugva nézbe kijelenteni, te oda be nem mehetsz? Persze fiacskám bement, és tetszett neki nagyon. A papbácsi mesélt, gitározott és énekelt. Járt is a kicsim rendesen. A papbácsin reverenda volt. Gyurika ezt nem értette. Megmagyaráztam, az olyan, mint az óvónéniken a köpeny. Hazafele mene Gyurika mesélte, mire jött rá. Képzeld, anyu, a pap -bácsi nem volt szoknya. Fiú, mondta nagy bölcsen karját, összefont a melkasán, és nyomatékot adjon a dolognak hozzátette. Kabuka nem! Te ezt tudtad? kérdezte nagy érdeklődve. Igen, tudtam, válaszoltam mosolyogva. Pár napja, mikor mentem a fiamért, az óvónő félre hívott, mondani akar valami fontosat. Nem is tudom, hogy kezdjem, anyuka, mondta nagyon zavartan. A hittanórán a fia kijelentette, ismeri Istent és jár magukhoz, nem is akármivel, egy zöld színű kocsival. Csodálkoztam nagyon, nem értettem a dolgot. Az esetet nem tudtam hová rakni. Ö, na, majd otthon megbeszéljük, válaszoltam zavaromban. Nagyon vártam a párom, hogy hazajöjjön és elmeséljem. Mikor hazatért, Avval fogadta, mit is mondott az óvónő. Először csak nézett értetlenül, mint én. Aztán elgondolkodott. Hirtelen viszont kacagásba tört ki. A gyereknek igaza van. A tényleg ismeri Istent, és zöld kocsival jár hozzánk. Na most aztán csodálkoztam. A bolond gombát egyikünk sem evett. Párom látta csodálkozó arcomat. Ne néz így, te is ismered. A főnököm, tudod, úgy hívom az Isten. Igen, tőle függ minden, a szabadság, a béremerés, a többi. Akár az Isten. Ha igen, a gyerek tényleg ismeri, és zöld terepjáróval jön. A fiam persze mindent hallott, így hát nagyon elégedett arcot vágott, hisz igaza van, tehát véleményét kifejtette. Kaguka, nem. Másnap az óvonőnek elmeséltem, ki is az Isten is tényleg jár hozzánk. Óvonő jót nevetett, így már stimmel. Hozzá is szokott járni az Isten. Kisfiamat magához hívta, és mondta neki: Igazad van. Fiam elégedetten összefonta karját, és kijelentette: Kabuka nem! A történetet párom elmesélte a főnökének, az jót nevetett. Az őszt szépen lassan felváltotta a tél. A természet felvette szép havas menyasszonyi ruháját. A csizmánk talpa alatt ropogva törtek össze a hópelyek. Minden fehér és fekete. Eltűntek az ősz színes levelei. Meleg kavádba burkolózunk a hideg elől. Mindenki ismeri, hogy is szól a mese. Jön a télapó, szányát rénszarvasok húzták. Valójában mégis hogyan? Télapó, készülőd és titokban, megvetük az ajándékot, és persze titkoltuk, ahogy szokás. Nagyobb legyen a meglepetés télapót is rendeltünk mellé. Nagy lesz az öröm, mikor télapó jön. Végre eljött a nagy nap. Kisfiam igen izgatott volt, így gyakran ki kellett menni, megnézni jön -e. Végre megjött az ebédes autó, ami viszi az élemet az oviba. Kisfiam kíváncsian nézett. Megjött az ebéd? Este? Már ide is jön? Kérdések zápora. Kiszáll belőle a télapó piros nagy kabátban, fehér őszakállal. Kezében nagy aranyszínű volt, a másik kezében csengetyű. Vállán a nagy puttony, tele ajándékkal. Felhangzott a ho-ho-ho, itt van, megjött télapó. Kisfiam egyből felismerte. Szia, Szamóca bácsi, meghoztad az ebédet? Nagyon fura a ruhád. Karját elől összefogta, gyanús szemmel nézett. Kabuka nem. Mondd Szamóca bácsi, a télapot láttad? Mi őt várjuk. Szamóca bácsi kezdte magát kimagyarázni. Ó, hó, ho, én vagyok a télapó, messziről jöttem. Igen, későn hoztad az ebédet, Szamóca bácsi, már megint késtél, válaszolta a fiam. Én vagyok a télapó, Szamóca bácsit nem ismerem. Kedves télapó, fáradjon be, invitáltuk. Bejött és leült a sarok ülőre. Látod, milyen nagy botom van? Erre támaszkodom hosszú vándor utam során. A lábam is megfájdult. Fáj a lábad, Szamóca bácsi. Holnap megyek kovodába, azért lesz ebéd? Én most már nem vagyok éhes, nem kérek még egy vacsorát. Szamóca bácsi egyre jobban zavarba jött. Én a télapó vagyok, nem hoztam vacsorát. Ülj az ölembe, mesélj. Úgy hallottam, Gyurika jó fiú voltál. Gyerek az ölébe ült, és gyanús szemmel nézte. Aztán nevetett. Tudom, Szamóca bácsi, hogy te vagy az. Megismertelek. Énekelj a télapónak, biztattuk. Már hallottad az óviba, de elénekelem. Énekelni kezdett. A dol végén a télapó megszólalt. A szép énekért ajándékot kapsz. Elővette zsákját, benne mikulás csomagok voltak. – Melyik is a tiéd? A neved is rajta van. Gyurika már mutatót is az egyikre. – Ott van, azal, az megismerem. anyuik az dugdosták előlem. – Na erre már nevettünk. – Lelepleződtünk rendesen. Télapó szakállát lehúzta, a süteményt úgy ette. – Most már mindegy. Kedvesen beszélgettünk, majd elment. Másnap a többi ovisnak mesélte a fiam. – A télapó? – vagyis Szamóca bácsi jött az ebédes kocsival fura ruhában. Nagyon fájtalába, a lába, botja is volt. Nem biztos, hogy lesz ma ebéd. Óvó néni mellé pattant. Jaj, nem eséld el! Van, ahová a télapó csak ma megy. Gyurika bólogatott, huncutul mosolygott. Kabuka, nem! A mesélésnek ezzel vége lett. A szó mit is jelent? Kabuka, nem? Nem tudjuk. Pedig elhatároztuk, ha nagyobb lesz, megkérdezzük tőle. Addigra viszont elfelejtettem. Minden esetre valaminek nyomatékot akarunk adni, hozzátesszük. Kabuka nem.